2010-ben a kormány azzal szembesült, hogy a munkanélküliség óriási méreteket ölt, amelynek köszönhetően a gazdaság is rossz helyzetben volt. Ekkor döntöttek amellett, hogy értékteremtő közfoglalkoztatási programra van szükség. Ez első körben jóval nagyobb mértékű volt, mint várták, közölte Román István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormány megbízott. Csak Szabolcs megyében például 61 ezeren dolgoztak a közfoglalkoztatásban. 2018-ra ez a szám 26 ezerre csökkent. Azóta a hazai gazdaság megerősödött. Fejlődtek és bővültek a cégek, amely által új munkahelyek is létrejöttek. Az, hogy valamilyen piaci szférában tudnak elhelyezkedni az állampolgárok, nagyon sok embernek megteremtette a megélhetését, tette hozzá a kormány megbízott. Az a kormányzati cél, amely a közfoglalkoztatás átszervezésekor meg lehet fogalmazva is, hogy átmeneti megoldást biztosítson azok számára, akik nem tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Ez a kormányzati cél, ez megvalósult és megvalósul. Maga a helyzet nagyon sokat változott valóban közben, mert egyre több munkahely teremtődött meg itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. Még Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2010-ben 180 ezeren dolgoztak, ma ez a szám már 250 ezer. Itt a korábban elmondott számokból is látszik, hogy ezeknek a munkahelyeknek a nagy része az a munkaerőpiacon, a versenyszférában teremtődött. És valóban közben a rendszernek a folyamatos változása, a gazdasági helyzetnek a javulása, az folyamatosan azt igényli, hogy javítsuk azt a szabályozási környezetet, amiben működik, és a legutóbbi döntések is ezt a célt szolgálják, hogy még azokat, akik képesek és alkalmasak arra, hogy a munkaerőpiacon elhelyezkedjenek, azokat ebben segítsük, és nyilvánvalóan nem csak őket segítjük ezzel, hanem azokat a cégeket is, akik viszont már Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is a munkaerőhiányra panaszkodnak egyre többet. A közfoglalkoztatás átalakítása több változást hozott magával. Az egyik ilyen volt, hogy az önkormányzatokkal együttműködve mintaprojektek indultak, valamint az is befolyásolta, hogy a közfoglalkoztatásban megjelentek az állami vállalatok, ilyen például az erdő és a vízügyi gazdaságok. A mezőgazdasági szakemberek sérelmezték, hogy a közmunkaprogram miatt nincs elég idénymunkás. Román István kormány megbízott szerint ez egy jogos felvetés volt a gazdák részéről, ezért próbáltak közös megoldást találni. Novemberben kijött egy kormányrendelet módosítás, ami a korábbiakhoz képest sokkal egyszerűbbé teszi a közmunka, a közfoglalkoztatásban résztvevőknek, hogy idénymunkában részt vessenek. Ezt támogatja, méghozzá, ha valakinek közfoglalkoztatási szerződése van, de egy hónapban 14 napnál többet vállalja, hogy kimegy idénymunkában napszámba, hogy így leegyszerűsítsük, akkor az utólagosan jogosult arra, hogy arra az időszakra, amikor kiesett a közfoglalkoztatásból, napi 2000 forint támogatásban részesüljön az államtól, hogy így mondjam. Tehát én azt gondolom, hogy sokkal motiváltabbak is az emberek. Ennek a gyümölcseit leginkább majd jövőre fogják érezni a megyei gazdák. Nagyobb esélye lesz az, aki leszedi az almát, nagyobb esélye lesz az, akit meg tudnak találni, hogy együtt dolgozhassanak. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos lépés volt, és amit rendkívül fontosnak tartok, hogy ez a megyei agrárkamarának és a megyei kormányhivatalnak egy közös ügye volt, amit sikerült nyilvánvalóan elsősorban a kamarának, mint aki a problémát felvetette, de a mi szakmai támogatásunkkal sikerült megoldást találni rá. A megyei vízügyi igazgatóság az egyik legjobb példa arra, hogy hogyan válik a közfoglalkoztatottból állami alkalmazott, tette hozzá a kormány megbízott. Több olyan munkatárs dolgozik már a cégnél, aki korábban a közmunkaprogramban dolgozott a vízügynél, majd a cégbe iskolázta, képezte, így már szakmai munkára is alkalmassá vált. Novemberben született egy olyan kormánydöntés is, hogy aki a közfoglalkoztatásban szerződéssel dolgozik, de elhelyezkedik a versenyszférában, azokat az állam anyagilag is támogatja.